Start. Starter indult a nap második hazai futama, ez a Lencsi díj, hiba nélkül kezdett mindenki, jól indul Zarami, és egyelőre ővi a fal, Zarami a mellett Vitya, egészen kívül pedig Vihar Erki, az, aki rettenetesen gyorsnak tűnik, és úgy látszik, hogy ő az, aki majd el tud talán menni, vezeti, feltéve, hogyha Zaramijával ezt Nagy Ferenc megengedi neki, de hát nem is nagyon tud mit tenni, picit talán még ostor alatt is Vihar Erki. Most már az élen Zarami, a Velocity, Vitya, Usok mögöttük a sorrend, az Zlatán Liv és Zorróból érkezik. Van der Csád egyelőre a sor végén, nem volt lassú azért a verseny legelső szakasza, köszönhetően elsősorban Vihar Erkének, akinek már most van egy jó három hosszas előnye a favorit Zaramijával szemben. A harmadik, negyedik pozícióban fej-fej mellett érkezik Vitya, valamint Uzsok párosa, majd Velocity és a Zorro boly, Zlatán Liv, mondjuk így az élboly végén is egy lóval egy kicsit hátrébb Van der Csád, de az ő helyzete sem reménytelen még. Így is 25 méteren belül van az egész mezőny, igencsak belekezdett Vihar Erge, ahogyan azt tőle megszokhattuk, mögötte pedig a favorit Zaramija, aki mellé lassacskán Uzsok érkezik. Oda bent a falon Vityát láthatjuk, Vitya hátán Velocity versenyez, a külső spurosoknál pedig Uzsok mögött, ott látható Zorro boly, illetőleg Zlatán Liv, aki zárja a mezőnyt, az a Van der Csáldi jelen pillanatban, akkor, amikor az istálló egyenesre érkezik a mezőny, még nincsen semmi változás, azaz Vihar Ergét tudja diktálni ezt az elég gyorsnak tűnő iramot, mögötte pedig egy kettes fogad Zaramija, illetőleg Uzsok, majd pedig a csatlakozó Vitya. Megindulni látszik egyéb iránt Velocity is, ő is valamicskét javított át a sebességén, és csatlakozik a fejhez a vezető lovakhoz. Az élen Vihar Ergé, ő hozza be a mezőnyt az utolsó kanyarba, de már nagyon rajta van Zaramija, illetőleg Uzsok. Hatan vannak viszonylag közel egymáshoz, a két outsider már most le van szakadva, amikor az utolsó 400 ér a mezőn Zaramija zsákutcában, hiszen Uzsok ott van mellette, Vitya is ott van, Zlatán Liv is elindul, és a vezető Vihar Ergét a befutóra fordulva fogják majd utolérni. Elsőként talán Uzsok az, aki az ér rá, de kívül Zlatán Liv tűnik nagyon-nagyon erősnek, Vityával egyetemben, még mindig zsákutcában Zaramija, az utolsó 100 méterhez érve, most már talán Zlatán Liv van az élen, mellett ott van belül Vitya, Zlatán Liv, Vitya, Velocity fut nagyon-nagyon jól, és ott lehet a dobogon, bár Zaramija végén talál magának utat, és a végén Zlatán Liv nyeri a futamot, a Lencsi díja, Zlatán Liv a nyerő, Vitya mögött Zaramija végül kibontakozik a zsákutcából, ő lesz majd a harmadik, negyedik Velocity, ötödik Vihar Ergi, hatodik Uzsok.